Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a kiállító Kazanlár Emin Emil festőművész író műfordítót. Kazanlár Emil szerint a miniatúra az ezotéria szférájához kötődik. Festőként az ősi analógiás gondolkodásban született szimbólumokkal a látható valóságon túli világgal kommunikál. Isten és ember kapcsolatát egy időn kívüli terep ösvényein közelíti meg. Kazanlár nem mellesleg tanár és gurú is. A tarókártya szimbólumait, amit fest és magyaráz, az ősi Egyiptomban formálták meg a főpapok. A taró a kultúra történetének labirintusában alakult beavatási és önismereti gyakorlattá. Ebben az útvesztőben Kazanlár lenyűgöző módon tájékozódik. Új utakat keres, eddig 77 metódus térképezett fel, véleményem szerint éppen a festészetétől elválaszthatatlan meditációs gyakorlatok során. A kiállításnak a kiállítás kurátorai egy nagyon jó címet találtak. Többször előfordul a festményeimbe ez a téma. Ha megengedik, akkor elmondom, ez egy négysoros vers, a 10. századból van, Omar Khayyam, perzsa költő írta Iránban, az rúje harirati, ne az rúje majaz. Ma lóbat ganimo, felek lóbat baz. Csendi hemikonim, بر نطع وجود بازی افتیم به صندوق عدم یک یک باز می vagyunk a játékok és a sors a játékos. Valójában mondom, nem mágusi kitalálásból. Egy ideig eljátszogatunk a sors színpadán, és utána egyenként visszatérünk az örökké valóság ládájába. Omar Khayyam ezt írta évekkel ezelőtt, és hát én Omar Khayyam hazájában születtem, magyar édesanyától, és keleti ázsiai édesapától. Bábjátékos voltam, és festő, tanultam festészetet Behzad mestertől Teheránba, aztán Tajvidi mestertől Iszfahánba, és így tovább. A perzsa költészetet nem lehetett kizárni ott a iráni kultúrából, a költészet mindenütt ott volt. És Omar Khayyamnak ez a verse talán az egyik leghíresebb. Történetesen bábjátékos voltam. Abból éltem, hogy volt egy bábszínházam, és az iráni televízióban bábelőadásokat adtam, ott megalapítottam az állami bábszínházat, és ez a vers nagyon megfogott. Később édesanyám hazájába jöttem Magyarországra, édesanyámnak rengeteget köszönhetek. Az, hogy most itt lehetek, a műcsarnokba kiállíthatok, Szegő György választása alapján, ez egy óriási megtiszteltetés a számomra. Ezt is anyámnak köszönhetem, mert megtanított magyarul. Az érettségi anyagot az első osztálytól az érettségiig mind végigvette velem. Rokonaink küldtek tankönyveket, és abból tanultam. És a végén átjöttem a 60-as években Magyarországra. Felvételiztem az állami bábszínháznak, a mai Budapest Bábszínháznak a stúdiójába, valamint munkát is kerestem ottan,
Nagyon érdekes volt a beszélgetés, amit Szilágyi igazgató folytatott velem. Azt mondta, hogy van az iráni perzsa költészetben olyan idézet, ami a bábszínházra vonatkozik. Mondtam neki, hogy igen, ez az idézet. Azt mondta, igen, de tudja, nem így tartjuk egészen. Mi már úgy tartjuk, hogy a sorsunkat mi alakítjuk, nem csak a bábjátékos, mi magunk. Évekig tovább tanultam festeni magyar mesterektől. Az egyik ilyen magyar mestert éppen az Állami Bábszínházban ismertem meg. Ő volt Ország Lili, aki a Szentendrei Modern Magyar Festőiskolának az egyik eminens tagja volt. Tanított, de a tanítása az olyasmi volt, hogy legyek önmagam, és fessek perzsát továbbra is, de elleshetem azt, amit ő csinál. Ő egy süketnéma ungvári festőtanártól tanult festeni, és megszokta, hogy amikor fest, csendben van. Azt mondta, hogy egyre vigyázz, ne légy Ország Lili Epigon, te maradj önmagad, de elsajátíthatsz bizonyos dolgokat. Sok mindent megtanultam tőle, azt, hogy hogyan nem monoton egy kép, és így tovább, és ezeknek hasznát vettem a későbbiek során. A taróba teljesedett ki az, amit csinálok, de ettől függetlenül soha a perzsa miniatúra nem hagyta el az ecsetemet. A magyar történelem figuráit festettem bele nagyon sok képembe, és ezeket mindig a perzsa miniatúra technikai eszközével csináltam. Mikor festek, akkor mindig egy imát mondok, és az az, hogy Uram, add, hogy amikor festek, a festményem számára a ma az holnappá válhasson, és hogy a tegnap az már a mai nap legyen. Megpróbáltam vizionárius festő lenni, ez annak köszönhető, hogy Teheránban, amikor kicsi voltam, egy kép lógott a falon. Nem tudtam, hogy mi az, azt tudtam, hogy egy édesanyja és egy nagyon pici kisded, és megkérdeztem, hogy ez mi. Édesanyám azt mondta, hogy ez te vagy, és az meg én vagyok. És mikor csinálták ezt a képet rólunk, én nem emlékszem ilyesmire. Édesanyám azt mondta, hogy ezt nem itt csinálták rólunk Teheránba, ezt még Budapesten festette egy festő. Mondtam, hogy az hogy lehet? Hát én nem voltam Budapesten, én itt születtem. Azt mondta, hogy úgy hívták a festőművészt, hogy Gergely Tibi, és egy festőnőnek volt a férje, akit úgy hívtak, hogy Leszna Janna. Mi jóba voltunk, és összejártunk, és Gergely Tibi látnok festő volt. Ő meglátta azt, hogy én, ha férjhez megyek az édesapádhoz Teheránba, szülök egy gyereket, és ez a gyerek, ez te leszel, és ilyen leszel. Erre én azt mondtam neki, hogy jó, de hát itt nem nagyon látszik az arcunk, bárkit oda festhetett volna. Azt mondta, hogy igen, de azért látszik, hogy ez egy fiúgyerek. És azt meg tudta mondani, hogy nekem, Teheránba, fiam fog születni. Megfestette. Festés közben jött rá állítólag. Ez nagyon mély nyomot hagyott bennem. A kép még most is megvan bennem. Soha nem ismertem se Leszna Jannát, se Gergely Tibit. De Gergely Tibinek a hatása az nagyon mély nyomot hagyott
a lelkembe és a festészetembe. Remélem, hogy ugyanolyan szeretettel fogadják ezt a kiállítást, amilyen szeretettel én átnyújtom önöknek, ha már ilyen alkalmam van, hogy a Hősök terén, a budapesti műcsarnokba állíthatok ki. Ország Lili volt a magyar festőtanárom. Őneki volt egy nagyon érdekes mondása. Azt mondta, hogy egy festőnek a munkái, a festményei beszéljenek helyette, ne ő beszéljen a festményei helyett.